Dergustak, üdvözöllek benneteket a csatornánkon, engem Viktornak hívnak. Mint ezt előző videómban ígértem, olyan tartalom sorozatot fogunk nektek készíteni, amiben magyarul fogunk beszélgetni Amerikáról, innen Amerikából, én itt élek Floridában. Ez a videó lesz az első ilyen számozott videó ebben a sorozatban, és egy egyszerű, nagyon sokak által nyilvánvalónak tűnő témával fogunk kezdeni. Megpróbáljuk megérteni, mekkora is Amerika. Tudjuk, hogy nagy, tudjuk, hogy borzasztóan nagy de ebben a videóban megnézzük, mekkora Magyarországhoz képest. Van egy egyperces videónk a fő csatornánkon, a Florida Victor YouTube csatornánkon, ott található meg eredetiben ez a egyperces kis videó. Ez lesz a mai videónknak az alapja, ez alapján fogjuk megnézni, hogy mi a különbség. No, de ne is szaporítsuk tovább a szót, nézzük a mai tartalmat. You know Tehát az US öt stát? legnagyobb amerikai állam. New Mexico total area of approximately 151,590 square miles is the fifth largest state in the U.S. over 2.1 million red. láthatjátok, ötödik legnagyobb amerikai állam, Új-Mexikó, aminek a területe 121.594 négyzetmérföld. Hát igen, ez sokunknak nem mond túl sokat, de nézzük akkor, hogy ez magyar mértékegységekre áttéve hogyan is néz ki. 315.000 négyzetkilométer. Még mindig nem tudjuk ezt hova tenni, mert ez olyan soknak tűnik, akkor elárulom, ez három és félszer akkora, mint Magyarország. Ezen a nagyon nagy területen mindössze 2,1 millió lakos él, ezzel a 36. helyen áll a népesség tekintetében. És ennek a 2,1 millió lakosnak mindössze 64%-a eredeti amerikai, 29%-a spanyol, és hát a legeredetibb amerikaiakat se felejtsük el, 3,5% közé körülre tehető az indián lakosoknak a száma. Új-Mexikónak a legmagasabb pontja a sziklás hegységben található Wheeler csúcs, ami 4013 méter magas. Úgyhogy vannak azért magas pontjai Új-Mexikónak. Az állam közepén található a sivatagos részen egy White Stand National Monument nevű hely, ami százezer holdon fekszik, és hófehér homok borítja a tájat. A fehér homok a közeli hegyeknek az eróziós terméke, és a sivatag közepén található időszakos tóban felhalmozódott rész. Na most ez azért időszakos tó, mert hogy ez minden nyáron kiszárad, és akkor a szél szana szétfújja a környéken ezt a homokot, úgyhogy így terül el ezen a hatalmas területen. A White Whitesandnek a nevezetessége a Trinity Hall, ez egy hatalmas kráter a sivatagban, ahol az első kísérleti atomrobbantást hajtotta végre Amerika. A robbantás helyszíne ma is katonai, zárt terület, ahol mindmáig folynak aktív katonai kísérletek. Évente egyszer látogatást lehet tenni ehhez a kráterhez, és a katonai támaszpontnak is megnyílnak a kapui, és várják a látogatókat. Gorzasztó érdekes, egyszerén szeretnék oda elmenni és ezt megnézni, de addig, amíg oda elindulok, addig nézzük meg, melyik a negyedik legnagyobb állama az Egyesült Államoknak. A negyedik legnagyobb állam Montana, amelyik 41-én csatlakozott az Egyesült Államokhoz, területe szerint ugye így ő a negyedik legnagyobb állam. Kevesebb, mint 1,1 millió lakossal a nyolcadik legkevésbé lakott állama az amerikaiaknak. Mindössze hét olyan települése van, amiben több mint tízezer ember él. A legnépesebb városa az Billings, 124.474 ember lakik ott. De nem ez a főváros. A főváros a Helena, ahol mindössze 35.515 ember lakik. Gondolom az a dolguk, hogy ők a főváros. Montanában található a Yellowstone Nemzeti Parknak egy része, ugye három, állam, három államot érint a Yellowstone Nemzeti Park, Wyoming, Idaho és Montana, ez a három állam. Ebben az államban, Montanában a leggyorsabban növekvő szektor a turizmusé, évente 13-15 millió ember látogatja meg Montánát, köszönhetően a Yellowstone Nemzeti Parknak és a számtalan Gletschernek, ami Montánában található. Egyébként mezőgazdaságra vannak berendezkedve, marhatenyésztés és gabonafélék termesztése a két fő ágazat a turizmus után. Nézzük! Montánába is szeretnék egyszer elmenni. Egyszer itt találkoztam egy montánai családdal, akik egy hatalmas lakóbuszra érkeztek ide a Vekaiva Springshez kempingezni. Apuka egy jóképű 50-es manus, egy aranyos, kedves korabeli feleséggel, és 16 gyerekkel jöttek. És komolyan mondom nektek, mind a 16 gyerek, mint az Orgona Sheep, két évestől a 21-22 évesig, mindegyik szép volt. Nem volt köztük egy olyan gyerkőc, akiről nem mondtam volna azt, hogy de helyes, de aranyos. Úgyhogy valószínűleg Montanában élnek a szép emberek Amerikában lehet, hogy meg fogják tagadni, hogy én oda menjek akár látogatóba is. Na mindegy, nézzük tovább a videót. The eighth least harmadik helyen Kalifornia van, aki 31-én csatlakozott a Egyesült Államokhoz. A területe az 425.968 négyzetkilométer négy és félszer nagyobb, mint Magyarország. Kalifornia az Egyesült Államok legnépesebb állama, a több mint 39, most már szerintem lassan 40 millió lakossal. A Sierra Nevada-ban van az állam és Alaszka nélkül vett Egyesült Államok legmagasabb pontja, a Mount Whitney 4421 méter. Erről még fogunk beszélni, hogy miért vettük itt a sorból Alaszkát, hogy miért csak az Alaszka nélkül vett Egyesült Államok. Erről majd még beszélünk egy kicsit később. Kaliforniában haladt keresztül nagy szomorúságukra a Szent András törésvonal, ami a sok földrengésnek az okozója. Naponta mikrorezgésből, mikrorengésből több százat regisztrálnak, de makrorengésből egy-kettő fordul elő naponta. Makrorengésnek az számít, amit már az emberek is érzékelni tudnak műszerek nélkül. Az állam délkeleti része a Mojave-sivataghoz tartozik, a sivatagtól éjszakra nevadai Nevada határon fekszik a Détvöldi, azaz a halálvölgy. A föld egyik legforróbb vidéke, erről kapta a nevét. Már 1913. június 10-én nappal 56,7 fokot mértek, amit a tudósok jelen állásuk szerint állítanak, hogy nem biztos, hogy pontos, tehát nem fogadják el rekordnak, mert az akkori méréstechnika még nem tartott ott, hogy ez hivatalosan mérhető legyen. De 2017 környékén azt hiszem, ha jól olvastam, akkor mértek 54,6 fokot nappal. De nézzük a legforróbb éjszakát. 2023. július 17-én éjfélkor 48,9 fokot mértek. Úgyhogy szerintem kiérdemelte a nevét a Halálvölgyével, ez a legforróbb idék. Nézzük, melyik a második legnagyobb amerikai állam. Texas is covering 268,590 Hát a második legnagyobb állam, amint láthatjátok, Texas, ami 28-ként csatlakozott az Egyesült Államokhoz. Méretét tekintve ott az a négyzetmérföld adat, amit láttok, 268.596. Ezt ha lefordítjuk, ami általunk is mérhető, Mérték egységre, akkor az 695.660 négyzetkilométer. Hét, majdnem hét és félszer nagyobb, mint Magyarország. És Texas az egyik legnépesebb állama az Egyesült Államoknak, több mint 30 millióan lakják. A Texas szó egyébként az indián kadó nyelvből származik, teisa, azaz barátok jelentésű szavából ered, nem hiszem, hogy pontosan így kell kiejteni, de kifogom nektek írni, hogy lássátok ki is. Texas a méretéből eredően elég sok megyére fel van szabdalva, szám szerint 254 megyéje van. Rettenetes, nem is értem, alig jut ember egy megyére, de hát azért valahogy csak megoldják. Egyébként gazdaságát tekintve Texas, mint azt a képen is láthatjátok, az olajkitermelésre támaszkodik, és 4,6 milliárd hordó kitermelhető kőolajkészlettel rendelkezik. Ez a bizonyított számadat, ennél szoktak azért ők jóval többet is mondani. Amúgy Texas állam az Egyesült Államok legnagyobb szarvasmarha tenyésztője, több mint ezer szarvasmarha farm van Texasban, ezek több mint 650 millió dolláros jövedelmet biztosítanak az államnak. Van egy olyan területük, hát már nem emlékszem a nevére, egyszer voltam ott, nem túl messze van egyébként a sorozatból ismert Dallas forgatási helyszínétől, Fort, fort valami, ahol nappal meg tudod nézni, ahogy terelik reggel is és délután is a marhákat át a város központján. 30-40, hatalmas, nagy gyönyörű szép marhát terelnek át ott az emberek, az ott egy ilyen turisztikai látványosság. Amikor én ezt láttam, sajnos eszembe sem jutott, hogy ezt le kéne videóznom, de ha legközelebb arra járok, akkor ezt pótolni fogom nektek. Nézzük, melyik az Egyesült Államok legnagyobb állama. Alaska a legnagyobb állama az Egyesült Államoknak, 49-ként csatlakozott az Egyesült Államokhoz. A mérete 1.723.338 négyzetkilométer. 18 és félszer fér el benne Magyarország. Borzasztó nagy. Annyira, hogy területen nagyobb, mint a következő három legnagyobb, az előbb már megnézett állam, Texas, Kalifornia és Montana állam együttvéve. Ez az Egyesült Államok legritkábban lakott állama. 2020-ban 736.081 lakosa volt összesen. Akkor a borzasztó nagy területről beszélünk, ha körbe akarnád sétálni, 54.700 km-t kellene sétálnod apály idején. Alaszkában található, mint azt az előbb már említettük, Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsa, a Denali ami 6194 méter magas. És az előző listából azért vettük ki Alaszkát, mert a top 20 legmagasabb amerikai hegyből 17 Alaszkában található. Alaszkát egyébként az Egyesült Államok az oroszoktól vásárolta, még 1867. október 18-án, méghozzá 7,2 millió dollárnyi aranyért. Ez az összeg, ez tényleg sok, de itt a környékünkön jelen pillanatban vannak nagyobb értékű házak, de hát azért akkor más volt a dollárnak is, meg az aranynak is az értéke. De hát akkor is muszáj volt eladni Oroszország-Amerikának, mert úgy gondolkoztak, hogy az akkori háborúskodások eléggé megcsappantották a kincstárt, és nem nagyon lett volna arra pénzük, hogyha az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia szemet vett Alaszkára, és azt katonai erővel megtámadja, az oroszoknak nem lett volna elég pénze ahhoz, hogy meg tudják védeni katonai erővel, és akkor nem csak, hogy ingyen bérmentve vesztették volna el ezt a területet, de még a katonáik száma is megcsappant volna erősen. Úgyhogy így inkább átadták. Október 18-án írták alá sitkában ezt a, az Oroszországnak akkor az volt a közigazgatási központja. Ott írták alá ezt a szerződést, amiben viszont belefoglalták azt, hogy magántulajdont az amerikaiak nem foglalnak le, és a templomok birtokjoga az orosz ortodox egyház kezében maradhat. Úgyhogy így október 18-án vonták fel az amerikai zászlót Alaszkában, ami a mai napig Alaszka D néven ünnepelt komoly ünnepség keretein belül történik Alaszkában. Fejezzük be ezt a videót, nézzük meg, hogy mennyi van még hátra belőle, már nem sok. Úgyhogy már csak az maradt hátra, hogy elbúcsúzzak, remélem, hogy tetszett a videó, remélem, hogy kicsit könnyebb összehasonlítanunk Magyarországgal. Várlak benneteket vissza a következő videónkban, megpróbálom nektek összeszedni az öt legkisebb államot, ami már sokkal kézzel foghatóbb lesz. Ott valószínűleg már nem az ország méretéhez, inkább megyékhez fog kelleni hasonlítsam a méretét az államoknak. Várlak benneteket vissza, iratkozzatok föl, dobjatok egy lájkot, és hogyha bármi olyan van, ne, ne legyetek restek, dobjatok egy kommentet, kérdezzetek, vagy mondjátok el a véleményeteket. Örülök, hogy itt voltatok, köszönöm, sziasztok!